és akkor ezt félbehajtod, és megint megy előről a pitás kifele? Ezt félbehajtod, és megint... Aha, igen, azt. Igen, csak most azt fogom látni, hogy egy kicsit végtelen válni. Ez, amit ráteszel, amit mondasz, ez mire kell neki? Miért jó ez? Ez bora. Ez folyatószer, könnyebben összetapadnak a... De fel segít ki, hogy a szemben. Aha. Azért ezt... Igen? Hogy ne hiszeljen, tehát ne hiszeljen az anyagot. Aha. De már össze. Hát ezt a pontot kell megtalálni, ugye? Azért szerintem nagyon fontos, hogy amikor egy laikus ember lát egy ilyen pengét, bármilyen ilyen pengét, tudja azt, hogy milyen munka van ám mögötte. Tehát azért ez nem egyszerű történet. Levágod, azt kérdez pengét. Levágom, ezt kérdez pengét, ezt tovább nyújtom, utána ezt is megvágom, és akkor ez még a a damaszok, azok a szép minták vannak benne. Tudod, mikor ilyen hullámdamasz, még egyéb hasonló, akkor azban még tovább kell pepecselni. Mi az még inkább olyan? Gyakorlatilag el kell torzítani a mintákat. Ha ezt a kivonat damaszkot, akkor ugye fátizomosak lesznek a minták. Amint, hogyha egy könyvet nézzél, aminek az egyik lapja fekete, a másik fehér, össze van csukva a könyv, elvágott stéhen fel, de akkor abban szabályosan szabályos csíkok vannak. Ezt kell eltorzítani mesterségesen, ahhoz, hogy hullámban azt vagy más egyéb ilyen lapon azt mondjuk. Nem
Ez egy ilyen sablon gyakorlatilag. Egy vastagoló, vagy vékonyoló, vagy nevezzük, ahogy szeretnénk. Na. Gyakorlatilag ott látható a hiba. Aha, igen. Ezt kell most megjelenteni. Ilyenkor egy picit szétnyílik a két anyag. Pontosan és... így van, az utolsó hajtás ott nem volt tökéletes. Hm? És akkor megint hevíted. Ez most egy nagyon kényes momentum, mert most nem lehet nagyon nagy a kicsi, meg jó kemeregyünk az igazából. Aha. De ugye itt a kívánt vastagság már megvan, amit, amivel dolgozni hát, akarsz. Még nincsen, de... Most kell észre csinálni a dolgot. Azért.